micsoda gép ez? Eszméletlen! Beszarsz, ura! Beszarok, ura! Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy ma New Yorkban ebédelünk? Hát azt, hogy a tiéd vagyok egész nap. Akkor repülés! Mi a véleményed róla? Tessék! Azt kérdeztem, mi a véleményed róla? Hát alig ismerlek még. Nem kell ahhoz ismerni. Mondd meg őszintén, mi a véleményed róla? Elég sok pletykát hallottam. Ajaj, akkor inkább mesélek, én nem szeretném, ha ezek a pletykák rossz képet adnának róla. Itt fent úgyse hallja senki. Miért hiszi, hogy bárkit ismer, a magának sem ismerőse, míg a föld forogni mer, egy ember sem ismerőse. Hölgyeim és uraim, az igazság a következő. Oxfordba jártam éveken át, apám anyám elvitte a háború, megörököltem a család vagyonát, így jártam be Európát. Messze akartam menni, eltűnni, festeni, játszani, hogy el tudjam felejteni azt az egyet elfelejteni. Egyedül, barátok nélkül feledni lettem gazdag, és jött a behívó, amerikai repülős osztag. Azt hittem segít majd felejteni, a halálban kész vagyok elengedni, elszámolnom se kell, a harc közben hullok el. Hát túléltem, túléltem! Hallottál a nagy előretörésről az argoni erdőben? Persze. Én voltam a hadnagyuk. 150 gyalogosom épített, három német hullahegyet, fél Európát megváltottam, mégsem lett nyugalma. Még a kis Montenegró is kitüntetett, hát még ők is szeretni tudtak, mégse tudtam elengedni azt az egyet, nem tudtam. Ezt vágta belém a felejtés, a jövőm lett a múltam. Megkérdeztem, hogy miről énekelsz? Majd jövőre elmondom az előadáson. Köszönjük szépen! Gyertek, nézzétek a nagy egyik és a többi előadást is! Szép napot nektek! Sziasztok!